A diákok alkalmi műsorral ünnepelték meg a születésnapot, melyen az iskola nemrég alakult együttese, a The Rolling Stones is fellépett. Ezt a mai műsort nem volt könnyű megszervezni, ugyanis nagyon sokat készültünk rá, és össze kellett egyeztetnünk a diákokkal is a próbák időpontját, de nagyon jól éreztük magunkat, mindenki tudta, mi a feladata, és felelősségteljesen készültek a próbák alatt. Időközben az időjárás is közbeszólt, ezért nem a terv szerinti helyszínen, az iskola udvarán valósult meg ez a koncert, hanem a tornateremben. De úgy gondolom, hogy a zenekarnak így is sikerült nagyon jó hangulatot varázsolnia. Mit szeretsz ebbe az iskolába? A tanítónénit és az angolt. És milyen érzés itt tanulni? Nagyon jó. Nektek zenekarotok van, hogyan alakult meg a zenekar, az iskola zenekara, és hogyan folytak a próbák erre a mai fellépésetekre? Hát úgy alakult ki a zenekar, hogy volt egy ilyen fölvételi, hogy aki szeretne, az bír zenélni a fellépéseken, és akkor mondta a könyvtárosnő, kérdezte az apukámat, hogy ő foglalkozik a zenével, és akkor ezt mondta, hogy nem ő, hanem az anyukám, és akkor összeismerkedtek, és alkottak egy csapatot. És milyen érzés volt majd fellépni? Nagyon jó. A Szonya Marinković általános iskolát 1959. szeptember 30-án alapították, de az oktatás csak 1960. szeptember 15-én kezdődött. Jelenleg a tanítás két nyelven folyik, szerbül és magyarul. Az iskola mintegy 1000 tanulót és 120 tanárt számlál. Én 2015 óta dolgozok az általános iskolában, és második otthonomnak nevezhetem. A Szonya Marinković iskolában nagyon jó a hangulat, a gyerekekkel és a kollégákkal egyaránt. Szeretem az iskolámat, ugyanis a tanítást mindig úgy szervezik meg, hogy nekünk diákoknak érdekes legyen. A tanítók és a tanárok nagyon jók, szeretjük őket, de meg kell említenem az osztályközösséget is, ahol fenomenális a hangulat, legyen szó kirándulásokról, vagy csak egy egyszerű iskolai óráról. Minden nap boldogan jövök ide. Szeretem azt, hogy itt új barátságokat tudok kötni. Ezen kívül a tantárgyak is érdekesek, felkeltik a figyelmem, és a tanárok is motiválnak minket, ami hozzájárul a jó tanulmányi eredményeinkhez. A tanárok törekednek arra, hogy ne unatkozzunk. Programokat és egyéb aktivitásokat szerveznek nekünk, és ezek a programok segítenek kikapcsolódni, és később ezekre a programokra, mint például a maira is, örömmel gondolok majd vissza. Az iskolát számos elismeréssel jutalmazták. 1977-ben Újvidékváros októberi díját nyerte el, 2014-ben pedig a dr. Gyorgy Natosevics díjat az oktatás nevelés korszerű módszerének alkalmazásáért.